számtalan helyen találkozhattunk volna az elmúlt időszakban ehhez hasonló eseményeken, hisz az elmúlt években nagyon-nagyon sok településen tudtak megújítani épületeket, vagy tudtak megújítani olyan eszközöket, amelyek az ott élő embernek a kényelmét szolgálják, vagy a falu csinosítását teszik lehetővé. És ahogy a gazdaság fejlődött, ahogy a költségvetés megengedte, mind hazai forrásból, mind európai uniós forrásból egyre több pénzt próbált támogatásképpen azért, hogy fejlődni tudjanak a kisebb települések adni a kormányzat. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kis településen élő emberek jól érezzék magukat, ne kívánkozzanak onnét el, sőt, hogyha valaki a városból ki akar költözni, akkor olyan körülményeket találjon a kisebb településeken is, a falvakban is, amelyek vonzóak a számára. Ehhez az kell, hogy legfőképpen azok az intézmények, azok a szolgáltatás biztosító intézmények, épületek újuljanak meg, amelyeket nagyon sokan látogatják. Ilyen például a polgármesteri hivatal, vagy éppen az orvosi rendelő, az óvoda, a bölcsöde, az iskola. Ezekre nagyon-nagyon sok pénzt fordítottak, és tudtak fordítani azok az önkormányzatok, akik előre terveztek, és akkor, amikor lehetőség nyílt arra, hogy egy fejlesztést véghez vigyenek, akkor meg tudták ragadni az alkalmat. A mostani beszédemben is ezt emeltem ki, hogy itt egy közös munka eredménye van, ugyanis ez a közös munka az itt élő embereknek az akaratából áll, az önkormányzat tervező képességéből, tervezéséből és döntéséből, hogy ütemezi és megtervezi azt, hogy mit szeretnének a faluba megvalósítani, milyen fejlesztéseket akarnak megcsinálni. És akkor, amikor ezt az ütemezés tervezést elvégezték, utána a konkrét terveket készítik el költségvetéssel együtt, hogy amikor forrás van rá, vagy azért, mert jól gazdálkodtak és maradt a költségvetésükben pénz arra, hogy az adott terveket meg tudják valósítani, akkor ezt meg tudják tenni, vagy ha több pénz kell hozzá, támogatásképpen a kormányhoz tudnak fordulni, vagy meg tudnak pályázni egy Európai Uniós pályázat, akkor ezt meg tudják tenni. Azok a falvak, akik előre terveznek, előre gondolkoznak, hosszabb távra gondolkoznak, sokkal több lehetőséget tudnak megragadni, és sokkal több fejlesztést tudnak véghez vinni, mint azok, akik kevésbé néznek előre, kevésbé tekintenek a jövőbe, a falu fejlődését, a falu fejlesztését illetően. Itt Zalaszentgyakon ki is emeltem a beszédemben, hogy ez megtörténik, hisz először egy komolyabb fejlesztés, vagy inkább egy ingatlannak, épületnek az állagának a megtartását 2 évvel ezelőtt valósították meg, akkor saját forrásból, főként adakozásból egy olyan kápolnát újítottak föl, amit annak idején 2 első világháborút megjárt ember adományából építettek. Így tulajdonképpen ezzel a megújítással, felújítással tisztelektek ő előttük is, és tisztelektek az elődök előtt, azok előtt, akik a hazáért harcoltak, és esetleg, és itt is nagyon sokan meg is haltak érte az első vagy a második világháborúban. A következő nagyobb esemény az idén februárban volt, amikor a közösségi házat sikerült egy kormányzati segítséggel felújítani, de ehhez is az kellett, hogy előre tervezzék, és akkor, amikor a pénzt meg lehetett szerezni, abban a pillanatban a terveket, a készterveket tudták benyújtani, és rögtön ki tudták írni a pályázatot a kivitelezésre. És most itt vagyunk 3. alkalommal, 2 éven belül az orvosi rendelő felújításánál, egy olyan hely felújításánál, ahol szinte mindenki megfordul egy faluból, hisz vagy beteg lesz, vagy tanácsot kér az orvostól, egészségügyi tanácsot kér az orvostól, mint egy olyan embertől, aki a mindennapok életét tudja megkönnyíteni, vagy gyógyít, vagy tanácsot ad azért, hogy az egészségünket meg tudjuk őrizni. És ahogy elárult a polgármester úr, jön a következő lépés, hisz ennek az intézménynek, ennek az épületnek egy másik felét is felújították saját erőből, és egy kis kormányzati segítséggel. Így tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 2 év bezárásával 4 komoly fejlesztést tudtak az itt élő emberek megvalósítani, és arra biztattam őket, és nem csak őket, hanem környező településeken élőket és az ottani önkormányzatokat, hogy tervezzenek, gondolkodjanak a jövőre, mert abban az esetben, hogyha tervezik a falu jövőjét, ebben az esetben saját forrásból, kormányzati segítséggel lépésről lépésre tudnak előre jutni.